virsli, kifli, mustár, ketchup. Bizony-bizony ez a hot dog. Itthon az 1980-as években terjedt el a sült vagy főtt virslis kifli. Az ős hazája Amerika, ahol komoly megméretéseken derül ki, hogy ki az, aki a legrövidebb idő alatt a legtöbb hot dogot képes megenni. A kolbásszal vagy virslivel töltött péksütemények a világon mindenütt elterjedtek. Itt éppen egy koppenhágai kolbászozós ünnepli a 100. évfordulóját. A helyiek emlékeznek a régi kiskocsira. Futóként dolgoztam egy kolbászárusnál. Kenyeret hoztam a kolbászhoz. Amikor elfogyott, akkor vizet vittem a kolbászoshoz. Az amerikai hot dog, azaz forró kutya változat talán a legelterjedtebb a világon. Jordániában először 2015-ben tartottak hot dog evő versenyt. A viadal nyertese tulajdonképpen nem edzett a megméretésre. Észrevettem, hogyha sietek, vagy ebéd után megyek valahova, elég gyorsan eszem. Még a családom is észrevette ezt. Azt mondták, hogy túl gyorsan eszel. Ezért, amikor hallottam a versenyről, úgy döntöttem, hogy részt veszek és szerencsét próbálok. Az amerikai hotdog evő versenyek kevésbé családias hangulatúak, inkább emlékeztetnek egy professzionális sporteseményre. Persze a botrányok sem kerülik el a forró kutya evő összecsapásokat. Kobayashi Takeru, a japán hotdog evő szupersztárt egyszer börtönbe zárták, mert randalírozott egy versenyen. A férfi ugyanis nézőként érkezett a versenyre, de izgatottságában egyszer csak a színpad felé kezdett menetelni. Kobayashi a savanyúságok közé landolt, miután felmászott a színpadra. A rendőrség bilincsben hurcolta el és őrizetbe vette. Ellenállás és birtokháborítás miatt vádolták meg. Ez 2010-ben történt meg. Most éppen egy újabb hotdogevő sztár kizárása borzolja a kedélyeket a sportszerelmesei között. A sportolók egy-egy versenyen szerződést kötnek a szervezőkkel, így sok szempontból köti őket a szerződésükhöz. A New Yorki Coney Islanden évente megrendezett hotdogevő verseny címvédőjeként kizárták az idei eseményről, mert egy másik szponzorral kötött szerződést. A hagyományos négy tönz verseny egyébként egy igazi karnevál, több televízió is közvetíti az eseményt. Az első versenyt 1980-ban rendezték meg, akkor egy perc alatt 9 hotdog eltüntetése volt a nyerőszám. Hogy mennyire népszerű étel a hotdog, bizonyítja az is, hogy Guinness világrekord felállítását is megkísérelték egy 30 kg-os virslis kiflivel. Ehhez az óriás virslihez 3 emberre volt szükség, hogy a grillhez vigyék. Ott 2 órán át sült a 1,5 méteres marhahús készítmény. A kiflit is méretre kellett készíteni, ami nem volt kisebb feladat. Végül a mustárral és savanyú káposztával töltött nagy hotdogot a nagy közönség számára szolgálták fel. A világrekord végül sikerült a legnagyobb hotdog kategóriában. A világ leghosszabb forró kutyája pedig 2011-ben készült el, amely több mint 2 méter hosszú volt, míg a legdrágább hotdog 2000 dollárért kelt el. A rekordok száma pedig közel sem ért véget.